A városnak lesz sportirányításra és finanszírozásra is vonatkozó alapdokumentuma ezzel a mai előterjesztéssel, tehát ezzel a stratégiával. Így vezette fel Pécs sportstratégiáját az előterjesztő a Városi Képviselőtestület ülésén. Azonban, mint kiderült, még a szakbizottsági tagok sem ismerhették meg időben ezt az alapdokumentumot. Ha tényleg komolyan gondoljuk ezeket a stratégiákat, ezeket a hosszú távú ügyeket, amiből aztán majd tényleg cselekvési terveket lehet létrehozni, és kell is létrehozni, akkor tiszteljük már meg legalább ezeket az embereket, hogy dolgoznak egy ilyen munkán, hogy nem fű alatt, a napirendi pont tárgyalása előtt 10 perccel tárgyal meg a bizottság ezeket a dolgokat, mert én szerintem ez egy méltatlan eljárás. Azért tartalmi kifogások is érték a benyújtott dokumentumot, hiszen szövegazonosság van egy korábbi ilyen irattal. Ugyanaz a társaság készítette, amely például Budapesten valamelyik kerületnek a sportkoncepcióját is készítette évekkel ezelőtt, összehasonlítottuk a kettőt, gyakorlatilag oldalakon keresztül szó szerint, illetve a tartalmát és a lényegét tekintve teljes mértékben megegyezik. Én azt gondolom, hogy Pécs többet érdemel annál, mint hogy egy összeolózott sportkoncepció és sportstratégiája legyen. A sportstratégia írói azt mondták, igen, van hasonlóság, hiszen a nemzeti sportstratégiához kell igazodnia minden önkormányzatnak. Azonban a pécsi önkormányzat több milliót fizetett ezért az iratért, ami átmásolt szövegeket tartalmaz, jött a válasz a polgári oldalról. Az ÖPK-KDNP frakcióvezetője szerint kevesebb jut a pécsi sportra a baloldali városvezetés alatt. 30 millió forintot fizettek összesen ki támogatásként az egyesületeknek. Ez az előző ciklusban 300 millió volt, tehát a tízszerese. Úgyhogy azt fogalmaztuk meg, hogy nem koncepciókat kell írni, hanem megfelelő támogatásokat kell adni az egyesületeknek. A másik vitás kérdés ez a stadion volt, amivel kapcsolatban azt firtattuk, hogy mennyiben járult hozzá a kormány visszavonó döntéséhez az, hogy mind Mellár Tamás, mind a polgármester több esetben olyan nyilatkozatokat tett, hogy nem kívánják a stadion megvalósítását Pécset. A közgyűlésen pedig azt mondta a városvezetés, hogy fenntarthatatlan lenne a stadion működése. Kővári János szerint a kormány az építkezésen túl a fenntartásra is gondoskodott volna, ha nem lenne ilyen elutasító a városvezetése a beruházás ügyében.